Söny György és Seybert András ül itt velem a stúdióban, mindketten a háló vezetőségi tagjai. Isten hozott benneteket. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Arról a kezdeményezésről fogunk beszélgetni, amelyik június 4-éhez kötődik, Trianon emléknapjához, és nem először hirdettétek meg ezt a kezdeményezést. Miről is van szó? Arra hívjuk az embereket, és nem csak a hálósokat, hanem mindenkit, és nem csak Kis-Magyarországon belülérőket, hanem határaikon túlélőket is, hogy az összetartozás emlékére, ennek a kifejezéseképpen hívják föl olyan ismerőseiket, barátaikat, akik valamilyen határ túloldalán élnek, és ezzel a odafigyeléssel, ezzel a szeretet kapcsolattal fejezzük ki az összetartozásunkat, és így építsünk, vagy fonjuk be a Kárpát-medencét egyfajta élő szeretet kapcsolat vonalakkal. Milyen tapasztalatotok van a tavalyi hasonló kezdeményezésről? Hát negyedik alkalommal hirdettük ezt meg. Tulajdonképpen a háló mozgalom az összetartozással foglalkozik 30 éves működése alatt. Találkozókat szervezünk, ahol határon átívelően emberek jönnek össze, és egymással barátságba lépnek, és ezek a kapcsolatok tartósak maradnak, és ezeket a kapcsolatokat szeretné a háló többszörözni. És ebből adódott az az ötlet, azt hiszem, hogy 4 évvel ezelőtt, hogy június 4-én mi is kezdeményezünk valamit, valami mást. Tehát nem csak egy sima megemlékezést, nem csak egy panaszkodást, vagy nem csak feltétlenül a történelmi eseményeknek az ismétlését, hanem valamilyen módon, valamilyen összetartozás élményt próbáljunk szorgalmazni. És azzal kapcsolatban, hogy felelősségünk van a külhonban élő magyarság iránt, és ezt a felelősséget így is lehet gyakorolni, összetartozás a gyakorlatban. Hát így jöttek ezek a... Így jött ez az ötlet, és ezt most már 4. éve. Igen, csak vajon bevonódtak ebbe azok is, akik nem a háló tagjai? Tehát mit tapasztaltok így az elmúlt évekből? Ugye az, hogy ez most 4. éve folyik már, úgy tűnik nekem, hogy egyre többen és többen kapcsolódnak be. Nem tökéletesek a visszajelzések, de van egy ilyen érzésem. És tényleg, akik ezt, bár nem hálósok, és felhívnak mégis másokat, ők érdekes módon még nagyobb élményről számolnak be. És ez azért van így, mert mi tulajdonképpen az év minden napján ezt csináljuk. Tehát mi végülis egy kapcsolatépítő szervezet vagy mozgalom vagyunk, mi a hálóban. Tehát mi ténylegesen megszólítunk, találkozókat szervezünk, lehetőséget teremtünk arra, hogy kapcsolatba kerüljenek emberek egymással. Viszont akik ezt nem csinálják folyamatosan, vagy nem ez a hivatásuk, hanem más területeken dolgoznak és működnek, ők, nekik ez újdonság is. És ez az újdonság nyilván egy aha élmény, egy első élmény mindenképpen van benne. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy vannak ilyenek, és nagy élményekről számolnak be. Nekünk van egy e-mail címünk, ahol ezeket az élményeket gyűjtjük. Nem sok érkezett, trianon@halo.hu. Erre az e-mail címre lehet visszajelezni, és ezt úgy is próbáljuk szorgalmazni, hogy ugye halo.hu honlapon hirdetjük az eseményt, ott pontosan le van írva. Van egy kis filmünk, egy telefonálós szemléltető kis filmünk, amit tavaly vettünk föl, ahol 18-an a Kárpát-medence különböző pontjairól egymásnak adják a telefont, és a jelenlegi kulcskérdésekről, magyarság kulcskérdéseiről egyszerű nyelven beszélnek, szóval nem tudósokról van szó, hanem egyszerű emberekről, mi barátainkról. És ezen kívül pedig létrehoztunk egy ilyen Facebook eseményt is, ahol azok az emberek, akik ezzel a kezdeményezéssel egyetértenek, hát be tudnak kapcsolódni. Hát vagy érdeklődők, vagy ott leszek. Többen ugye megkérdezik, mit jelent, hova kell menni. Sehova nem kell menni, hanem tehát föl kell valakit hívni, valami ismerőst. Vannak azért olyan tapasztalatok, például láttam visszajelzést, hogy fölhívott valakit, és nem mert beszélni.
Tehát, hogy 100 év után is van félelem a határ túloldalán valaki, van félelem valakiben, hogy jaj, most mit mondjak, mert hát ha lehallgatják, vagy tehát egy kicsit ilyesmi. Na de bár... mit mondjunk? Tehát, hogyha jó, van valaki, akit ismerek, és fölhívom telefonon, miről beszélgessenek azok, akik már esetleg 5-10-20 éve nem látták egymást? Hát erre nincs... De nyilván nem a közös kesergésre hívják az embereket. Nem. Erre nincsen recept. Tehát tulajdonképpen gondolom, hogy egy meglepődés. Jé, én fontos vagyok neki. Egy nyitott érdeklődés, és utána hogy vagy, hogy élsz, hogy éled meg a magyarságodat ott, ahol élsz, milyenek az emberek, van-e még magyar iskola például, tehát sors kérdésekről is lehet szó, és aztán elmehet mindenféle irányba. Egyébként ez a kezdeményezés, ez nem csak az anyaországból kifelé, hanem ez kívülről befelé is irányulhat. Vagy elszakított területek és egymás között. Nem, ez nem mérhető, tehát mi most ezt nem tudjuk elmondani, hogy most több ezeren, vagy hány százezeren telefonáltak egymásnak, de nyilván ez egy belső titkos dolog is egyben. Tehát egyrészt nyilvános, másrészt pedig titkos. Volt egy másik visszajelzés, ha szabad még egy pillanatra, hogy Budapesten élő barátom tavaly mondta, hogy ő neki nincsen külhoni magyar ismerőse. Ő szeretne ebbe bekapcsolódni, de nincsen. És hát tulajdonképpen ez egy szomorú dolog, ha nyilván más közösségben él, nincsenek tapasztalata, végül is találtunk egy erdélyi panziost, akinél ő megszállt néhány évvel ezelőtt, és akkor rábeszéltem a Gábort, hogy akkor légy szíves, hívd őt föl, biztos, hogy nagy örömet fogsz neki szerezni. Tehát tulajdonképpen ez megtörtént? Az örömszerzés. Megtörtént, igen. Vette a fáradtságot. Az előbb nézőink láttak egy térképet, azon a találkozók helyszínei voltak, az egynapos, többnapos, régiós találkozók helyszínei, de ez most egészen más, ez a felhívás. Ez most nem személyes találkozóra hív, hanem személyes beszélgetésre telefonon. Igen, az ez pontosan így van, és ez egy önmagában megerősítő dolog is. Én azért szerettem egyébként ezt a felhívást, mert az emberek általában azt szokták meg, hogy ehhez az ünnephez kötődően, ünnep vagy megemlékezéshez kötődően szerveznek valamilyen rendezvényt, ahol előadásokat hallgatunk meg szomorú statisztikákat ismerünk meg, kicsit kesergés van mögötte, és akik ott hallgatják, azok éppen egyfajta tehetetlenségben ott ülnek, és passzívak, és nem tudnak mit csinálni. Igazából, ha össze tudunk fogni, és tudunk valamit egy közös cél érdekében létrehozni, akkor egyrészt van egy tevékenység, tehát ugye akkor gyűlik bennem a sok negatív hormon, meg stb., hogyha ülök és tehetetlenül nem tudok mit csinálni. Amikor teremtek saját magamnak egy távlatot, amikor egy közös célért másokkal együtt tudok valamit csinálni, az gyógyító erővel bír. És volt egy ismerősünk, aki szintén tavaly kapcsolódott be először, és fölhívta egy erdélyi ismerősét, és ő nem arról érdeklődött, hogy hogy vagytok, hát gondoltam rátok most, és mi történt veletek az elmúlt 2 évben, vagy 1 évben, vagy valami, hanem azt mondta, megmondta így közvetlenül, hogy azért hívtalak csak fel, mert összetartozunk. És a telefon túloldán elsírták magukat. Tehát ezek hihetetlen mély dolgokat tudnak felszabadítani ilyen értelemben, és ez gyógyító ilyen értelemben önmagában, és igazából mi meg tudjuk teremteni magunkat ezzel a tevékenységgel, és a passzivitásból való kimozdulással a saját távlatunk, a saját céljainkat. Senki nem akadályozhat meg bennünket. Ma már nem lehet azt mondani, hogy hú, drága a telefonhívás, mert van messenger, meg van nem tudom micsoda még. Tehát ezek a modern technikai eszközöket is erre föl lehet használni. Azt mondtad, András, hogy az a tehetetlenség érzés, hogy valami történt a történelmünkben, ezen már nem tudunk változtatni, ezen erről beszélgethetünk, de az nem változtat semmit. De mégis a cselekvés az gyógyít. Viszont a cselekvéshez kell egy kis bátorság. Pontosan így van. Hát össze kell szednie magát az embernek, de hát a népmeséink is erre tanítanak bennünket, hogy a főhősnek az első és gyakran a legnagyobb tette az, hogy elinduljon. Tehát erre vár sokáig, és akkor elindul néha egyszer-kétszer rossz irányba, ugye ez amikor elbukik a legidősebb királyfi, vagy az idősebbik bátyja, vagy a nem tudom kicsoda, és végül rátalál a jó útra, és akkor utána már, ha ő állhatatos, akkor vannak segítők, akkor lesz minden. Igazából ahhoz, hogy én megtegyem az első lépés, hogy bepötyögjem a számot, vagy hogy megnyomjam azt a billentyűt, a zöld gombot a telefonomon. Ehhez tényleg kell egyfajta
összeszedettség, egyfajta bátorság, egy elhatározottság, de hát erre buzdítunk mindenkit, mert utána már könnyű lesz. Akkor már utána szép a dolog, és egyébként meg hát 2000 év óta van egy üzenetünk, hogy ne féljetek. És ugye Jézus erre nagyon sokszor felhívta a figyelmünket. És én azt hiszem, és ez most nemrég olvastam egy cikket, hogy maga a félelem, az, most nem emlékszem a nevére, mert nem vagyok ebben az orvos dolgokban annyira otthon, de bizony olyan anyagot termel, ami az immunrendszerünket csökkenti. Igazából Jézus akár 2000 évvel ezelőtt is azt mondta, a legjobb védelem a vírusok ellen az, hogy ne féljünk. Se ettől, se mástól, tehát se fizikai dolgoktól, se zselki dolgoktól. És azzal, amikor egy ilyen intim beszélgetésbe belemegy az ember, néha attól is félünk egyébként, ugye? Tehát az is, hát húha, mit fog szólni, hogyan fog reagálni, megtalálom-e a jó szavakat. És tényleg ez egy gyöngeségünk ma, különösen a férfiaknak, hogy az érzelmi intelligenciához kötődő szavakat nem találjuk meg mindig. Nem tudjuk úgy kifejezni magunkat, ahogy szeretnénk. És akkor félresiklanak néha ezek a dolgok. És én azt gondolom, hogy ha másra nem, hát erre is jó, hogy az érzelmi intelligenciánk egy picikét növekedjen. És ez szerintem kicsit kötelessége is mindenkinek. Akár a teremtés megőrzéshez ez hozzátartozik, mert akkor leszünk egyensúlyban, akkor leszünk harmóniában a teremtéssel és a többiekkel, meg Istennel, meg Földdel, meg mindennel, hogyha ezzel a oldalával is foglalkozunk a saját életünknek, és persze a másokra odafigyelve, mert akkor tudunk így közösséget építeni. Ja, bocsánat, csak ne felejtsd el, légy, csak eszembe jutott egy konkrét mondat, amivel én próbáltam magam is megfogalmazni, hogy akkor megnézem a telefonomat, vagy a naptáramat, hogy kik is azok a határon túli emberek, akiket én ismerek, vagy legalább megvan a számuk, és arra gondolok, hogyha azzal telefonálok, hogy most hallottam egy felhívást, hogy június 4-én lépjünk kapcsolatba, és én rád gondoltam, eszembe jutottál. Ez talán, ehhez nem is kell nagy bátorság. Ez felemelő. Nekem még egy gondolatot tennék hozzá, hogy hallgatom Andrást, nem először hallgatom, meg hallgatjuk egymást, tehát hogy nagyon fontos az ember életében életkortól függően, hogy legyen benne lelkesedés. A lelkesedés és a lelkesítés, tehát olyan lelkesedés, ami másokra hat. És amikor megnéztem most, ki tudja hanyatszor ezt a filmet, megint előjöttek belőlem ezek az érzések, hogy milyen jó, hogy ezt egy évvel ezelőtt meg tudtuk szervezni. Tehát, hogy többen egymást rá tudtuk arra beszélni, hogy te ide figyelj, itt van ez a hálós himnusz, Síje Jenőnek az ének, amit számos alkalommal énekeltünk, több, mit tudom én, talán már 30 éve énekeljük, hogy ezt most így vegyük föl, és mutassuk meg a nagyvilágnak, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És most bennem megint van egy ilyen lelkesedés, hogy tehát az fontos, hogy az emberben legyenek ilyen pozitív gondolatok, és ez rávetíthető erre a telefonálásra, és még talán az a gondolat, hogy itt nem szabad méricskélni, hogy engem hányan hívtak föl, és, hanem azt kell néznünk, hogy én föl tudok-e néhány, van-e arra időm, nem pont 4-én, lehet az 3-a, 2-a, lehet egy hónappal később, hogy van-e annyi erőm, vagy hogy számba veszek néhányat, időm, és fölhívom őt. Aztán majd, hogy engem kihív, az egy másik kérdés. Tehát az nem annyira fontos. Igen, ez egy fontos dolog, hogy és van egy veszélye, vagy kockázata ennek a dolognak. Fölhívtam 3 vagy 4 évvel ezelőtt egy munkácsi, nagyon jó barátnőnket. De már este felé volt, előtte már fölhívtam 20 másikat, nem tudom. És azt mondta, hogy András, te vagy az első, aki hívsz engem. Itt ülök egész nap a telefonom mellett. És már azt hittem, hogy engem ma senki se fog fölhívni. És akkor hát mondtam neki, hogy hát ne így nézd ezt a kérdést, nem szabad így nézni, mert lehet, hogy tényleg senki nem fog fölhívni, de igazából, ha te tudsz valamit csinálni, és legalább te hívjál föl akkor egy ember, neked ugyanakkora élmény lesz, mint ha téged hívnak föl. Ez most igazából nincs megszervezve semmi, ez teljesen véletlenszerű, hogy éppen most kire akadok rá, vagy ki jut éppen az eszembe. Ez nem tudjuk ezt előre megszervezni, nem biztos, hogy lenne értelme. Tehát ez szerintem itt a spontaneitásnak jó, ha van tere. Azt még talán hozzá kellene tenni azt a gondolatot, hogy igazából véve a fő cél az lenne, hogy azokat a területeket, amelyeket elvesztettünk, a történelmi földrajzi kincseket, és főleg azokat az embereket, akiket elvesztettünk Trianonban,
azokat megismerjük, és azokkal a kapcsolatot tartsuk. Tehát tulajdonképpen a fizikai kapcsolata legfontosabb, de most nem tehetünk mást, legalább ennyit megtehetünk, hogy személyesen, mert a személyesség fontos, hogy személyesen fejezzük ezt ki. Ez nagyon jó végszó lett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor mindenkit buzdítunk, hogy június 4-én, vagy előtte, utána, vagy bármikor hívja föl a határon túli ismerősét, és csak mondja el neki, hogy összetartozunk. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget.